A jászárok szállás külterületén, szántókon, legelőkön szolgálatot teljesítő mezei őrszolgálat létrehozásának lehetőségeiről tárgyalt legutóbbi ülésén a képviselőtestület. A város jegyzője foglalta össze a szolgálat létrehozásának hatósági, illetve anyagi feltételeit. Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének költségei több tényezőből tevődnek össze. Kiadási oldalon jelentkeznek a felszerelésével, a kötelezően biztosítandó mezőőri formaruhával kapcsolatos kiadások, a sörétes lőfegyver, a könyvgázszórópalack, a tanfolyam és vizsgadíjak, illetve egyéb működéséhez szükséges költségek, telefon, gépjármű, stb. Biztosítása, illetve a mezőr munkabérét is az önkormányzatnak kell biztosítani. Ehhez a város állami hozzájárulást igényelhet. A szolgálat létrehozásához maximum 500 000 forintot, a havi költségek kompenzálásához pedig mezőőrönként maximum 90 000 forintot. A finanszírozás kiegészítéséhez a város mezőőri járulékot is kivethetne a veszélyhelyzet visszavonása után. Kiszámítva egy fő mezőőr felszerelésének alkalmazásának éves költségét, az iroda berendezésének költségét, kiadási oldalon ez közel 25 millió forintba kerülne, bevételi oldalon 7 millió 400 ezer forintot kapnánk, és 17,5 millió forintot kellene az önkormányzatnak saját erőként biztosítani. A város jegyzője megállapította, hogy jelen körülmények között a mezőőri szolgálat létrehozásának sem anyagi, sem fizikai feltételei nem adottak, így komoly előkészítő munkára lesz szükség, ha úgy dönt a testület, hogy létre kívánja hozni az új szolgálatot. A legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban szerintem a felmérést kell folytatni a telektulajdonosok, ingatlan tulajdonosokkal, hogy igénylik ezt. Hogyha igénylik, akkor szerintem ezt meg kell valósítani. 7000 hektár árokszállásnak a határa. Most 7000 hektárt egy ember nem tud felügyelni, nem tud bejárni. Tehát annak idején a TSZ-ben is azért szüntettük meg a mezőőri szolgálatot, hogy nem volt hatékony, nem volt eredménye annak, hogy működött. Időközben a március végén tartott testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően a gazdák igényeit is szondázták. Olyat érdemes megoldani, olyat érdemes megcsinálni, ami az érintettek ebben az esetben a gazdák részére könnyebbséget, megnyugvást, békét jelent. A gazdakörnek épp volt összejövetele, és átbeszéltük. A jelenlévőket megszavaztattam, senki nem szavazott amellett, hogy legyen mezőőri szolgálat. Így a képviselőtestület következő tanácskozása előtt ülésező szakbizottság felé a polgármester azt javasolja majd, hogy a testület álljon el az új szolgálat létrehozásának tervétől.